Na, megy, megy, hello, hello, ezt láttam, ezt pont láttam. Mindenre fel vagyok készülve. Erre nem, amúgy. Szerinted mindenre fel vagyok, és ez még nem minden, amit tudtak. Jaj, azt hiszitek, hogy én nem vagyok felkészülve. Medusi! De hogy ez miért történt, azt nem tudom, vágod. Erre nem volt felkészülve. Leklónozták a telefonszámát és betelefonáltak a rendőrségre, hogy bombát akar robbantani, ezért jöttek rá a rendőrök. Erre a tagra? Tehát akkor valaki megszopotta őt? Hamis bejelentést tettek a nevemben és klónozták a telefonszámomat, hogy én fel akarom robbantani a szolnoki, a ceglédi és a szegedi rendőrkapitányságot. Terror cselekménnyel, illetve annak előkészületével voltam gyanúsítva, de szerencsére meghallgatáson e-mailekkel meg a hívás listámmal tudtam bizonyítani az ártatlanságomat. Azt a kurva. A Jenes Patrikot azt vágom. Tehát vágom én, hogy ő ilyen trash forma, Sodival haverkodott. Ő is egy ilyen igénytelen forma. Ez mondjuk durva, hogy ilyeneket lehet csinálni. Most gondolj bele, hogy ezt megcsinálják valakivel, mondjuk, mit tudom, a VR Pistivel. És nyomnak egy élőadást, és akkor kijönnek a tekesek, azt rárugják az ajtót. Azért ez nagyon, nagyon durva, hogy ilyeneket lehet csinálni, hogy leklónozzák embereknek a telefonszámát, de ja. Mondjuk valakinek a nagyszülőjét, azt már most gondolj bele, hogy a nagyszülődet fölhívja valaki a te telefonszámodról, úgyhogy a te AI hangoddal. Biztos lesz benne, hogy a nagyszülőd nem fogja tudni ezt. És külföldön már ebből vannak ügyek, rendesen rendőrségi ügyek, bírósági ügyek. Külföldön már vannak emberek, akiket így kirúgattak a munkahelyükről, lehúzták őket. Stb. Te jó íg, nem fogod elhinni, mit talált ez a tetoféldő szakember? Mit talált a tetoféldő szakember? Hát az eneba.com-ot, ami egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz és megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehetsz. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Most elveszik el a telefont a rendőrök, figyeld! Élőben, állítsd meg az élőt, légy szíves, hárman megoldják. Három rendőr kell azzal, hogy megállítson egy TikTok live-ot amúgy. Igen, szolgálunk és védünk. Rendőrök nem TikTok live-erek, hogy értenének hozzá? Ja, hát nem tudom. Végül is igazából csak egy eléggé intuitívan kezelhető szarja van. Már láttam 4 éveseket is live-olni TikTokon, 4 éveseket. És rá tudnak azok is kattintani. Nem tudom, hogy egy felnőtt ember, akit elméletileg azért fizetünk, hogy minket védjenek, ő nem tudja megcsinálni. Hárman nem tudják ezt megcsinálni. Hát tesó, ne haragudj. Szerintem magyarul van, tudnak olvasni, elég nagy gombbal ott van, hogy vége, vagy befejezés, vagy valami. Jó, erdélyi vagyok, de... Erdélyi vagy. Az nem semmi, én István vagyok. Az igen. Jó, de ez clip farming volt az öreg Istvántól, szerintem amúgy ez clip farming. Amúgy ez egy jó clip farmolás volt Istvántól, ez egy 10/9-es. A KDS-ség tanulhatnának tőle, meg az Ice. Elég skibidi volt. Ezt már hallgattuk, nem? Kívánom 15-öt érjem el. Ez a random csávinek miért ebben? Az a beszólás, aki kérdezett. Ha igen, itt még van hol fejlődni, de nem a legrosszabb, amit valaha hallottam. Na nézzük, milyenek a helyzetek itt a magyar kórházakban, srácok. Nézzük meg, hogy a magyar Péter úrunk elment megnézni, hogy mi a helyzet a kórházakba. Beengedték, ugye ez egy működő kórház, srácok, nem tudom, hogy észreveszitek esetleg. Ez nem egy horrorfilm, ez egy működő magyar kórház, itt betegek vannak, itt műtenek embereket. Házba Budapestre, hogy azt ígértük önöknek, hogy eljövünk, elmegyünk sok kórházba itt az újabb hőhullám idején, és igyekszünk bemutatni a magyar embereknek, hogy mi a valóság, amit a kormány hazudik, 3 hete hazudott, hogy megoldották a klimatikus problémákat, amiknek eredményeképpen már nem maradnak el elvileg műtétek, és a kórtermekben sincsen 35 fok, vagy a fölötti hőmérséklet, illetőleg a sebész hűtőkben is sikerült megoldani a problémákat, vagy egyébként az a valóság, amit a betegek és a hozzátartozóik és az egészségügyi alkalmazottak juttatnak el hozzánk. Több 100 e-mailt kaptunk, több mint 1000 e-mailt kaptunk pontosabban egy nap alatt, ahol jelzik, hogy micsoda extrém hőmérsékletek vannak kórtermekben és egyébként műtőkben. Jelezték azt is, hogy újra elmaradnak több intézményben műtétek.
Azt is elmondták nekünk, hogy itt a János Kórház gyermeksebészetén is maradnak vele újra műtétek, és 36 fok fölötti hőmérséklet van. Fogadott minket a Szent János. 36 fok fölött amúgy nem nagyon lehetne műteni szerintem. Mennyi az, ami így maximum alkalmas műtéthez? A János Kórház vezetése, a főigazgató helyettes úr, orvosi igazgató, ápolási igazgató, és velük itt végbeszéltük a dolgokat. Hát 20 valamennyi. Mondják, hogy jelenleg átszervezésekkel meg tudják oldani a hőség okozta problémákat, elismerték azt, hogy például a traumatológia épületében nem tudnak műteni, és át kellett szervezniük ezért műtétet. Miért nekik üzentek? Miért ki a fasznak üzenjenek most őszintén a Fidesznek? Vagy szerinted ők mit fognak válaszolni ezekre? Eddig tudod, mit válaszoltak? Semmit. Semmit. Ja de, a kórházi dolgozók nem mondhatják el, hogy mi a véleményük a kórházról, mert akkor elveszik a melójukat. Ezt így megtették. Meg hogy akik az iskolákba tanítanak, azok se beszélhessenek arról, hogy milyen helyzetek vannak ott, mert ha rosszat mondasz, akkor kibasznak a munkahelyedről. Nem tudom, hogy ez emlékeztet-e valamire, mert engem kurvára a kommunizmusra. De ezt csak én látom rosszul, biztos. ...és más épületekbe elfolytatni a műtéteket, és valóban vannak olyan kórtermek, ahol extrém magas a hőmérséklet, 35 fokot is meghaladja, egyetértettünk abban is. Ja persze, adta a krumplit nekik, hát tudja, hát igen, attól megműtődsz, a krumplitól meggyógyulsz. Hogy ez jelentősen növeli a fertőzések arányát, és veszélyezteti a betegek gyógyulását, és egyébként az életét is, de abban is egyetértünk természetesen, és meg is köszöntünk az itt dolgozók hősies munkáját, legyen szó ápolóról, orvosról, vagy kiegészítő. Kárító, mondjan ezt meg a luxushazasbolcsodat is uniós pénzből. Uff. Személyzet. Küld el, linkeljétek el. Nyilván nekik ebben nem felelősségük van, hanem éppen ők is elszenvedői a jelenlegi helyzetnek. Tudjuk azt, hogy több vidéki kórházban történtek jelentős uniós fejlesztések. Itt viszont a János Kórház jelenleg úgy néz ki, mint egy háborús övezet. Ezt be fogjuk önöknek mutatni, bár nyilván sajnos nagyon sokan ennek tudatában vannak, hiszen rengeteg budapesti jár ebbe a kórházba, ahol nagyon magas színvonalú orvosi egészségügyi ellátást kaphatnak annak a körülmények ellenére. De a Tiszapárt részéről felháborítónak tartjuk azt az álszentséget és ezt a hazugság cunamit, amit a kormánynak köszönhetünk. Évek óta mondom, ígérgetik a csúcskórházat, illetve a kórházak felújít. Tiszapártról mi a véleményed? Te támogatod, vagy nem? Vagy esetleg valami más? Szerintem mindenképpen szükség van egy rendszerváltásra, és én azt fogom támogatni, aki a legesélyesebb arra, hogy leváltsa ezt. Most ő lesz erre a legesélyesebb. Fenntartásokkal kezelem. Mivel ő is innen a Fideszből jött ki, elég sok pénzt össze is szedett, jó sok ideig nem érdekelte az a sok dolog, amit ők ott csináltak, azok a rossz dolgok, vagy hát látta őket, de nem szólt, vagy ha szólt, akkor nem tett semmit ellene, és nem tudom, hogy ő mit tehetett volna, tehát ezért ez egy eléggé komoly, komplexebb dolog ezt így feszegetni, de azért az elég érdekes, hogy az emberek ennyire durván megbíznak benne, mert ő is ugyanúgy a Fideszből jött ki igazából. Nem hiszem, hogy átbaszna mindenkit, de ki tudja, figyelj, azért a Magyar Petinek is voltak botrányai, nem hiszem, hogy ez egy jó dolog volt, hogy ott bulizgatott, meg minden, nem, tehát nem kéne szerintem alapból így bulizgatni a nadganalái. Egy-két pavilonos épület már felújítás alatt van, néhány befejeződött, de a többség az továbbra is 10-20 éve egyébként egy háborús övezethez hasonlít jobban sem, mint egy kórházhoz. Hát ugye megkérdeztük itt, és a János Kórház kórtermének a jelentős része egyébként semmilyen klímaberendezéssel nem rendelkezik, tehát hogyha kint 36 fok van, akkor itt is 36 fok van, ha 40 fok van, akkor 40 fok van, és hogyha éjszaka 30 fok van, akkor 30 fok van. Lényegében egy olyan... 30 fokban legjobb aludni amúgy. Kórterem részről, épület részről beszélünk, ami felújításon esett át, és az látszik, hogy a felújítás az egyáltalán nem terjedt ki a hőmérséklet szabályozásra, ami azért kritikus, mert valószínűleg itt is fekszenek 60-70, akár 80 éves páciensek, akiknek a szervezetét egyébként is megterheli ez a hőmérséklet. Amúgy meg igen, ott vannak a Fidesz szavazók, és meghalnak a melegbe. Saját maguk ellen dolgoznak lényegében, amúgy. Hát most gondolj bele, hogyha minden szavazó meghal, mert rosszak a kórházak, akkor onnantól kezdve már muszáj lesz rendszerváltást csinálni, vagy esetleg beszerelni oda kibaszott légkondikat. Ez lenne a kibaszott megoldás, nem is a rendszerváltás. Hát ez friendly fire amúgy, elég erősen. Nem is értem tényleg amúgy. Ez tényleg annyira nem sok pénz felszerelni egy klímát. Ez tényleg nem sok pénz. Nekik. Ahhoz képest, hogy amúgy mennyit adózunk, tesóimsz, tesókáimsz, az sok. Nagyon sokat adózunk.
Meg szerintem kapnának rá támogatásokat is, amúgy nyilván európai támogatásokat esetleg, és fel lehetne újítani, lehetnének kurva jó kórházaink. Amúgy vannak iskoláink is, elég sok jó iskolánk is van, tehát akkor lehetne mondjuk azt, hogy vannak jó kórházak is, és akkor esetleg vannak jó orvosok, akik itt tanulnak a jó iskolákban, és a jó kórházakban fognak dolgozni, és nem az van, hogy aki mondjuk orvos szeretne lenni, az 20 évesen megy el, visszlát, aztán majd esetleg 30 évesen visszajön, amikor már tanultabb, vagy hát nem hozza vissza azt a bizonyos diplomát. Persze, hogy ellopnák, azért nem ad az EU pénzt többet, mert tudják, hogy ellopják mindent. Csak hát ez meg ugye magyar emberek szenvedik meg. Mert ő nekik amúgy mindegy, hogy honnan lopnak, hogyha az autó nem lehet, akkor lopnak tőlünk. Ez ilyen. Most is nekem is ki kellett fizessek, rendeltem Nintendo konzolokat Japánból, meg PS-t, 2 PS Vitát, meg 4 darab Nintendo 3DS XL-t, New-t. 90 ezer forint vám ment rá. Tehát megfogták a határon, és 90 ezer forintot ki kell fizessek, hogy odaadják ezeket nekem. Hát a 27% áfa, ugye? De hát így egyáltalán nem értem meg, hogy megvegyem őket külföldről, de mindegy, legalább beraktároztam, aztán majd úgyis inflálódik az ára, szóval így megérni megérte, csak hát várnom kell, hogy megérje, érted. Na tehát bomlanak a kórházak, omlik szét minden, rossz semmi, nincsenek légkondik, megdöglenek az emberek a melegbe. Nézzük meg ennek ellenére, mi van a másik oldalon itt, a bölcsödében, ami egy luxus villa, és európai pénzből van megcsinálva elméletileg, igen. Na nézzük. Ez itt kérem mögöttem, ez egy bölcsöde, egy mini bölcsöde. Ez egy bölcsöde? Én meg sem vagyok lepődve ennek az unormány szarkormánynak a tettein, de a szavazókon sem, ha valakit egy zsák hagymával meg krumplival meg tud győzni a Fidesz, az szerintem ne is csodálkozzon ennek az országnak a haladás irányán. Hát szerintem azok nem is csodálkoznak rajta, itt ez a probléma, hogy kurva sok ilyen ember van, akik nem csodálkoznak rajta, nem meg vannak ezzel elégedve, mert hát úgy vannak vele, hogy lenne rosszabb is, Hollandiában ott vannak a melegek, meg a sok terroristák, és azok ott megölnek mindenkit, meg megbasszák a gyerekeinket, meg buzicsnák belőlük, hát akkor inkább éhezek. Akkor inkább éhezek. 200 000 forintért kidolgozom a belemet, bazd meg, nem? Így áll hozzá a magyar ember, mert az van neki előadva, hogy Magyarország az Európának a közepe, a szíve, és itt mindenki rá, és körülöttünk, meg kanibalizmus van, bazd meg. És ezt elhiszik. Ez a probléma. Van ismerősöm, akinek az állam mindenféle szó nélkül kivettek 4 milliót a nyugdíjpénztárából. Micsoda? Azt nem lehet szerintem azt csinálni, azért feljelentést lehet tenni amúgy. Tiszta Észak-Korea. Hát igen, csak innen ki lehet menni. Meg itt még azért van szólásszabadság, type shit. Tehát most azért ilyeneket mondanék a kormányról, akkor már lefejeztek volna amúgy Észak-Koreába. Vad marcipán mini bölcsöde kialakítása Ürömön. Ez egy bölcsöde, srácok. Európai pénzben egy bölcsöde. Mini bölcsöde. Rókahegy, Ürömi út, őszintén szólva, amikor ide jöttem, akkor elképedtem, hogy ugye ezen a területen is micsoda hatalmas villák vannak. Hogy mondja, el nem tudom képzelni, hogy embereknek hogy van ilyenekre pénze, ilyen villákra, és itt nem ez az egy, amit mögöttünk látunk, majd erre is mindjárt, hanem itt sorozatban esetleg kicsit arra is megmutathatjuk innen, nem nagyon látszik, de hatalmas villák vannak. Nem tudom, hogy honnan lehet ezt tisztességesen ilyet keresni. Na most azért, hogy honnan lehet, tehát van, aki hogy csinálja. Ez itt kérem mögöttem. Gyerekek is járnak ide? Hát abban az időszakban, amikor ugye kéne ide járni a gyerekeknek, abban az időszakban nem fog oda menni senki, és amikor az időszak lejár, akkor utána eladják valakinek. És akkor így tudnak belőle még több pénzt csalni, vagy valamelyik ismerősüknek odaadják, ugye a fideszesek. Ez egy bölcsöde, egy két csoportszobás mini bölcsöde, úgy hívják, hogy vadmarcipán mini bölcsöde, Európai Uniós pénzből, mutassuk meg ezt a kis táblát, nem nagyon dicsekednek vele. De azért, ha nem hiszik, nézzék meg. Ott van. 220,23 millió forint. Na most, hogyha ezt a kórházakba tették volna bele, gondolj bele, hogy ennyi pénzből hány kórházba tudtak volna tenni légkondit. Számoljuk már ki. Tuti van itt a cseten valaki, aki most szereltetett föl mostanában légkondit. Mennyi felrakni egy légkondit? 200 000 mondjuk. Legyen 250, azzal könnyebb számolni. 250 000. 880 darab légkondi. És hogyha mondjuk emeletesek a kórházak általában, meg nagyok, de szerintem, hogyha mindegyik kórházba megy mondjuk 20 darab, még azzal is jók vagyunk, nagyvárosokban szerintem nagyon-nagyon sokat el lehetne lőni a kórházak fejlesztésére ennyi pénzből, és nem is kell visszatéríteni, meg semmi. 44 kórház kapásból, így van. Hogyha mindegyikbe 20-at rakunk. De hogyha mondjuk csak 10-et, vagy ha mondjuk csak a műtőszobákba raknak, ugye, ahol kell lennie, már az is amúgy lehet, hogy sok segítség lenne. Több 100 milliárd propagandára, az más, az más.
Abból is mit lehetne kezdeni? Hát igen, ez egy morzsája annak, amit kapunk, vagy kaptunk az Európai Uniótól, és ellopnak belőle meg minden, amúgy kösz szépen Reverse. Ez tényleg csak egy morzsája, és látjuk azt, hogy egy morzsája is mennyire elég lenne ahhoz, hogy egy pici segítséget nyújtsanak az embereknek, meg a kórházaknak, oktatási rendszerre, stb. Nem teszik meg. Nem tudom, hogy miért, de nem teszik meg. De rengeteget tudnánk segíteni, és gatya. Annyi azért igaz, és ezt adjuk meg, hogy Kazáron ugye voltunk abban a kis kazári faluban, ahol 600 millióból építettek 12 fős bölcsödét, hát az nem így nézett ki. Tehát ez egy újabb bizonyíték is lehetne, hogy ott 400-500 milliót alsó hangon elloptak, de ez is lopás természetesen. Hát egyértelműen. Fölhívtam a óvónőt, vezetőt, hogy esetleg, hogyha szeretném a gyerekemet iratni, akkor hol lehet jelentkezni. Azt mondta, hogy még nincsen engedélyük, még nem kapták meg az engedélyt. Ja, az nagyon jó, hát persze. Sú, srácok, először építek egy óvodát, és utána kérek rá engedélyt, hogy lehessen. Így szokták csinálni általában, nem? Nyilván. Magyar Péternek pedig üzenem, hát remélem, hogy majd személyesen is tudunk beszélni, de el fogom neki mondani, hogy ezért ne nagyon igyekezzen Brüsszelbe, hogy elindítsák az Európai Uniós pénzeket. Tehát ezért minek nekünk az Európai Uniós pénz? Gyakorlatilag az Európai Uniós pénzek ezek arra valók, hogy azok, akik Magyarországon hajlandóak belemenni a svindlibe, és hajlandóak a Fidesszel együttműködni, azok ilyet kapjanak. Meg arra valók, hogy a polgármesterek ezreit kifizessék hasonló vendégházakkal, meg óvodákkal. Ezért nem kell az Európai Uniós pénz. Álljunk meg, majd ha az Európai Uniós ügyészséghez csatlakoztunk, esetleg akkor kezdhetjük kérni. De egy rohadt árva centet nem adnék erre Magyarországnak. Hát igen. Ha nem lesz engedélyre, akkor meg pénzkidobás volt az egész. De a pénzt azt lopták. Nem érted? Hogy ez a lényeg az egésznek, hogy építenek oda valami szart, amiben majd valaki tud lakni, akit ők bírnak, azt a pénzt, amit adtak rá, annak a felét költötték el erre az építésére. Vagy mondjuk a negyedét. A többi pénzt meg zsebre rakták. Szerinted ez a ház, ez 220 millió forintból épült? Dehogy épült annyiból. Ebből akkor se lesz szoboda, hogyha lesz rá engedély, higgyétek el. Olyan impozáns épület, látszólag sokkal szerényebb, mint ahol az előbb voltunk. De azért itt is vannak gondok. Ez egy nagyon szép villa. Ez már itt a Duna másik oldalán, Platán utcában, nagyon szép utcában egy szép villa. Ribizli Pölcsi és Ubi. Ubi. Az biztos, mint az előbb a Rókahegyen. De azért itt is vannak gondok. Ez is elvileg egy magán bölcsöde, és sőt magán óvoda is. Itt olvasható. Itt csak 150 milliót kaptak erre az épületre, idézőjelben csak. Ugye hát, ha azt mondjuk, hogy most egy tanári fizetés legyen 500 ezer forint. Ribizlavi.hu, nézzük. Húha. Napi szintű anyanyelvi angol képzés, kutyaterápiás foglalkozás. Jó, szarul néz ki ez az oldal. Így még rosszabb. Jó volt, a sötét mód az jobb volt. Alap WordPress-es ikonja van amúgy, arra nem volt meg nekik. Azt nézd, ott a WordPress-es ikon. Azt nem tudták kicserélni. Arra nem volt uniós pénz, bazd meg. 16x16 pixeles képet odarakjanak egy másikat. Mondjuk 30 év alatt egy tanár ennyi pénzt talán össze tud kalapálni. Egy óvónő pláne. Na most itt 150 milliót kaptak. Ki is van írva, hogy van itt valami óvoda, de nem látjuk semmi nyomát, hogy ez működne egyébként. A redőnyök le vannak húzva, többször próbáltam csengetni, lehet, hogy éppen alszanak a gyerekek, hát még nincs alvás idő, de itt valami nagyon nem stimmel, valami nagyon nem stimmel. Mindegy. Ül az ember és beszélget egy fával. Megyek csicsikálni én is, srácok, ne aggódjatok, még beleidelünk valakit, Patriotot például, mit szóltok hozzá? Öreg Patriot, megérdemli, én azt mondom. Hát a 100 holdas pagonyban nincs ennyi ember. Köszönjük, hogy itt voltatok, srácok, majd ütközünk. Valószínűleg nem sokára.